Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Ifja Vitray Tamás, a mai beszélgető társam, üdvözöllek, szia! Szia! Gyere kicsit közelebb a mikrofonhoz, ha kérhetem. Köszönöm. Most mond még egyszer, szia, bocsánat. Szia, és üdvözlöm a rádió hallgatóságát is. A, kell mondanom titulust, mert nyilvánvalóan most sokan felkapják a fejüket, akik édesapádat ismerik, de hogy mivel foglalkozik a gyermeke, az nem mindenkinek egyértelmű. Van a National Geographic magazinnak egy magyarországi kiadása, ennek vagy te a főszerkesztője. De nem feltétlenül ebben a minőségben látunk most vendégül, egyszerűen én kíváncsi vagyok rád, illetőleg lesz egy olyan fesztivál, a 8., ezt most olvasnom kell, Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál, amelynek te zsűri tagja vagy. Úgyhogy van egy csomó minden, amiről beszélnünk kell, de induljunk nagyon messziről, ha lehet. Értelemszerűen édesapádtól szeretnék indulni, mert majd fogják hallani a hallgatók, ahogy beszélsz, ha az ember becsukja a szemét, akkor pont olyan, mint hogyha édesapád beszélne. Az ő életútja az, hogy ő egy nagyon elismert tévés, rádiós újságíró, az befolyásolta a te döntésedet, hogy merre mész tovább? Egyáltalán ő terelgetett téged, hogy merre kell tovább menni az életben? Hiszen ugyanaz a neved viszonylag könnyű, bár lehet nehézség is. Hát próbálom rövidre fogni egyrészt, mert itt lehet talán nem annyira érdekes a történet összes mozzanata. Röviden, nagyon rosszul bírtam. Azt, hogy te is Vitray Tamás vagy? Igen, igen, tehát erről a családi legendáriumban nem egy történet van, hogy én már egészen kisgyerekként próbáltam elkerülni a helyzeteket. Utca túloldalán mentem, ha a család elindult moziba. Étteremben végig azon szorongtam, hogy kijön oda. Hány éves voltál ekkor? Szerintem ilyen 4-5 éves koromban az a tünetek már mutatkoztak. Jó, hát abban az időben tényleg édesapád akkora sztár volt, hogy nehéz lehetett vele végigmenni az utcán. Hát legalábbis igen, és akkor az autogram kérés nagyon nagy divat volt, úgyhogy tőle utcán, étteremben, minden helyzetben kértek, és én valamiért ezt nagyon rosszul tűrtem. Úgyhogy hát sokáig kerültem a közös helyzeteken. Meg hát én, nekem van egy ornitológus nagypapám, és lehet, hogy tőle is örököltem valamit. Én állatok szedegettem óvodáskoromtól össze gyufaskatujába nézegetni, úgyhogy ez a mániám, ez később odáig vitt, hogy biológus lettem. És milyen állatokat gyűjtöttél gyerekkorban, amik belefértek egy gyufaskatujába, gondolom, hogy akkor nem zsiráfot szedtél. Nem, rovarokat elsősorban. Hát ez hozzátartozik, hogy én a rádió és televízió óvodájában töltöttem 4 éve, és annak az óvodának, hát az én akkori dimenzióim szerint világméretű dzsungele volt a kert, de egyébként valójában is egy óriási nagy kertje volt. És oda minket kicsaptak délelőtt gyerekeket az óvónénik, és egész ebédig mindenki mászkálhatott, rollerezhetett, egyébként volt sok roller. Télen-nyáron? Én úgy emlékszem, hogy egészen késő őszig, igen. És akkor én fogtam a gyufáskatuját, és elindultam a dzsungelbe, és összeszedtem az összes légivadászt, bogarat, egyebet, amit találtam, és a csendes pihenőben képtelen voltam aludni, úgyhogy addig könyörögtem, amíg a kinyitható ágyak fakjába elhelyeztek engem, és ott nem kellett aludnom, viszont nézegethettem a bogarakat. Erre tisztán emlékszem, csak azért mondom ilyen részletesen, hogy valójában akkor még nem tudtam, hogy Vitraynak hívnak, viszont azt tudtam, hogy a bogarak érdekelnek, tehát nem elmenekültem a névelő a biológiába, de valamiképpen mégiscsak ezt az irányt vettem. Hogy emlékszel vissza, ha már ennyire tiszták az emlékeid, hogy ott gyerekkorban az óvodában egyedül voltál ezzel, hogy voltak társaid, akik ugyanúgy érdeklődtek a bogarak iránt? Nekem az a tapasztalatom, hogy a felnőttek, és főleg a nők, a hölgyek, így talán az óvónénik is meglehetősen félnek a rovaroktól, bogaraktól. Hogy engedték meg, hogy te bevidd őket az óviba? Nem tudom. Én szerintem csak úgy, hogy csendes pihenőben a ágyak krecnéjében nézegettem, így nem zavartam senkit, és békén hagytak, de anyukám is kibírta aztán, hogy szarvasbogaraim voltak, és meg is szöktek a lakásban, meg egyebek is elszabadultak, tehát végül is kibírták a mániáimat. Eszembe jutott, amit mondtál arról a Szamba című film, Koltai Robinak az egyik legjobb filmje, nem tudom, láttad-e, abban van, hogy a
a főszereplőnek, ugye Koltai Robinak, ő játszott a Szamba Otót, és van egy fia, aki szintén színész, mert hogy ebben a filmben is színészt játszik Koltai Robin, és nevet akar változtatni a gyermek, hogy hát ne legyen ő is Szamba Otó, és neki azt várja, hogy a vezeték nevét változtatja meg, de ő Szamba Tibor lesz, és akkor persze ezen nevet mindenki. Vagy ez fel sem merült benned, hogy amikor már tudatosult benned, hogy te is Vitrai vagy, ráadásul te is Tamás. Vesémbe látsz, mert egyszer tényleg felmerült, nem beszélgetünk erről, csak a hallgatóknak mondom. De egyrészt nem keltettem vele jó hatást édesapámnál, édesanyám nevét akartam fölvenni, ez volt a terv, de az jóval későbbi terv volt, és csak azért, mert a sors mégiscsak úgy hozta, hogy sok évvel később a biológiát abba hagyva, a színművészeti operatőr szakát elvégezve, mégiscsak oda keveredtem a képkészítés és a mozgókép és édesapám közelébe, és akkor azon gondolkodtam, miután mindenki azt hitte, hogy apukám már meg lett korábban hirtelen kamerához állt, mikor a nevem először fölbukkant operatőrként, hogy nevet változtatok emiatt, és édesanyám nevét fölveszem, de mondom, édesapám nem örült, úgyhogy minden maradt a régiben. Ifja Vitrai Tamással beszélgetek, és azért gondoltam, hogy egy kicsit még beszélgessünk a nevedről, mert amikor az ember készül egy ilyen beszélgetésre, akkor értelemszerűen a Google-t, a Google-t hívja segítségül, és hogyha beírom így is, hogy ifjabb vagy junior, viszonylag kevés dolgot dob fel rólad, édesapádról meg szinte mindent. És nyilván van az a helyzet, amikor te ennek örülsz, végig gondolva, hogy te már 4 éves korodban a másik oldalon mentél, de van olyan helyzet is, amikor azt mondod, hogy hát a francban most itt áll vele szemben egy riporter, az nem tud rólam semmit. Nem sok minden van rajtad, vagy rólad a neten. Hála Istennek, egyébként én tényleg, de ezért is kérdezem mindig, ha így fölmerül, hogy én valahova beszélgetni elmennék, hogy valójában mi olyan érdekes velem kapcsolatban. Én magam sem szoktam érteni. Mindenki érdekes. Tehát minden ember érdekes, és én azt gondolom, hogy a hallgatókat érdekelheti a híres emberek gyermeke. Az viszont nem biztos, hogy a híres ember gyermekének az megfelelő indok, hogy azért vagyok itt, mert apám valaki, de nyilván nem először kerülsz ilyen helyzetbe. Ezt most már így felnőtt fejjel, hogy viseled? Most már nagyon jó. Jobban vagy édesapáddal egyébként? Nem tudom, hogy lehet-e ilyeneket kérdezni, még elárulsz-e. Ha nem lennél, jobban elárulnád el. A mi viszonyunk, hogy mondjam, nem, annyiban nem egyszerű, hogy ugye ő 17 éves koromban elköltözött, szüleim elváltak, és azóta van, hogy nagyobb időközökkel találkozunk csak, és nehezebben találunk vissza egymáshoz. De köztünk mindig egy ilyen, hát nem is tudom, hogy ez igazából apa-fiú viszonynak mondható-e, vagy inkább ilyen kollegiális viszony, az ördög se tudja megnevezni. Nem azt mondom, hogy egymás nyakába borulós amerikai filmes szeretlek-szeretlekes viszonyunk volt, hanem hát meg tudtuk beszélni egymással a dolgainkat. Nyilvánvalóan te is érzed, hogy mennyi hasonlóság van köztetek. Már ahogy beszélsz, a hangod is, meg a szavak, amiket használsz, egyáltalán a mondatoknak a megfogalmazása, ezen sem akartál soha direkt változtatni, hogy ne legyél apás? Hála Istennek, ezt nem érzékelem, tehát ezen nem akartam változtatni. Mások mondják, és én ilyenkor csak azt tudom mondani, hogy van nekem egy öcsém, Péter, ő ijesztő, tehát ő még nekem is ijesztő. Annyira hasonlít a hanghordozása apáméhoz, a beszédtempója egész más, mint az enyém, inkább hasonlít apáméhoz, tehát őt még én is össze tudom téveszteni telefonban apámmal. Ahhoz képest én egész másmilyen vagyok. Hát figyelj, ha te most engem felhívnál telefonon, és azt mondanád, hogy Vitrai Tamás vagyok, én jó napot kívánokkal köszönnék. És... Na akkor ezt használni fogom. Akkor megköszönöm a számot. Jó. Rátérünk arra, hogy te biológus lettél, ugye ezt elmondtad, hogy gyerekkorodban már indult az állatok szeretetével, a rovarok szeretetével. Mikor vált tudatossá benned az, hogy oké, én biológus leszek, és mikor vált az tudatossá, hogy mi kell ahhoz, hogy ez ember biológus legyen? Hát ez azért érdekes, mert az én élemedettebb koromban már az ember megpróbálja megfejteni, hogy mit miért csinált az életében úgy, ahogy. És én hát tulajdonképpen a harmadik életemet élem már most. Ez meg ugye az első, meg a második életem volt a biológia, meg utána a mozgókép. Hogy mi az ördögnek mentem én erre, aztán arra, aztán amarra.
És ezt csak azért mondom, mert az én magyar tanárom gimiben, aki azt hiszem szeretett engem, mindig azt mondta, hogy nekem magyarral kellene foglalkoznom, bölcsészettel, mert hogy jól írok. És mindig lobogtatta a dolgozataimat a többiek előtt, hogy ennek a kisfiúnak van elmeéle. Emlékszem a mondatra, és így jött be, lobogott a köpenye, mert ő nem tanári köpenyt hordott, hanem szürke fűtőköpeny, tehát ezt a, ugyanaz a köpeny, csak én fűtőkön láttam leginkább ilyen színűt. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy én meg ellenálltam veszettül, és én csak azért is biológia szakra mentem, mert azt gondoltam, hogy ez érdekel engem. És amikor elkezdtem az egyetem, mert elvégezve, már az egyetem alatt megélhetési okokból fordítottam angolból, meg elvégeztem egy angol szakfordító szakot, de akkor is csak azért, hogy ez pénzt keresett. Egyébként. Hogy biológus lehess mellette. Igen. Igen, és amikor elvégeztem, és elkezdtem laborban dolgozni, és elnyertem egy ösztöndíjat Oxfordba egy évre, ott kint rájöttem, hogy én ezt nem bírom. De mi az, amit nem bírsz benne? A labort, a mechanikus 1200-szor 5 mikrolitert leultracentrifugálni, megnézni, 3 hét múlva bepenészedik a tenyészet, kezdem újra. Az egész életmód, és azt, hogy nem vagyok elég okos hozzá. Tehát, és ez akkor derült ki, amikor már egyetemista és ösztöndíjas voltál a világ másik felén? Tehát ez nem derült ki, hogy a biológus ezt csinálja, vagy ezt is csinálja? Az kiderült, az nem derült ki, hogy nem vagyok elég okos hozzá. Tehát én belőlem sosem lesz, és ez, tehát akkor lett tétje a dolognak, és akkor jöttem rá, hogy nem lesz belőlem semmi. Mert van az a mondás, hogy valamiről minél többet tudsz, akkor derül ki, hogy szinte nem tudsz róla. Az ember bárhogy tágíthatja a tudását, mindig lesz olyan, amit nem tud megismerni. Na de ez izgatott nagyon, de aztán rájöttem, hogy eltelhet egy élet is azzal, hogy én csak időről időre bepenészedő tenyészeteken cserélem a tápot, mert én sejtenyészetekkel dolgoztam idegrendszerrel. És akkor volt egy elég fura kör, ezt csak azért mesélem el, mert én magam sem értem még a mai napig, hogy mi történt, hogy még kim voltam ösztöndíjasként, és előtte már felvételiztem operatőr szakra. De várjál, de előtte akkor miért? Volt már be valami belső késztetés, hogy... Én fotóztam és rajzoltam. Aha. És apám ebben nagyon erősen hatott egy mondata. Apám azt mondta nekem egyik nap, amikor már mondtam neki, hogy ez a biológia, ez nem lesz jó. Én nem leszek jó biológus pontosan már. Hogy miért nem mész el operatőr szakra, mert a képhez konyítasz, viszont a rendezés az lila gőz, azt nem lehet tanulni, mondta. Ő elég pragmatikus ebben a kérdésben. Igen. Miért nem mész operatőr szakra? És akkor azt gondoltam, hogy miért is ne? És felvételiztem a színművészetire, úgyhogy 280 valányan felvételiztünk, hármat vettek fel. És olyan mérhetetlenül élveztem a felvételit magát is már. Átmentem az összes rostán, az utolsó körben már csak 11-en voltunk. Annyira élveztem, hogy egyszerűen gondoltam, hogy nem vesznek föl, mert mindenki szinte már a szakmából jött felvételizni, tehát értették a szakmát. Én meg hót zöldfülű voltam. Annyira élveztem, hogy életemben semmit nem élveztem ennyire még. És akkor nem vettek föl, de majdnem, és Márk Ivánnak köszönöm a mai napig, pláne, hogy most már tudom, hogy Márk Iván milyen karakter, tőle ez óriási gesztus volt. Üldött egy táviratot nekem, amikor kiderült, hogy nem vettek föl, és azt írta benne csak, hogy majdnem sikerült, látok benned annyit, próbáld meg még egyszer. Ha ez nem jön ez a távirat, nem próbálom meg újra, de így elmentem az ösztöndíjra, mert azt addigra megkaptam, igen. És kintről hazajöttem felvételizni, és nem mentem vissza. Két hónapig tartott a felvételi, mert három rosta írásbeli szóbelivel. És nem mentél vissza Oxfordba? Nem mentem vissza Oxfordba, illetve visszamentem, de már csak mikor kiderült, hogy fölvettek, hogy befejezem. És ott egy komoly perbe fogtak emiatt. Mert hogy ez egy soros ösztöndíj volt, és tulajdonképpen én azt mondták, hogy én nem használtam föl az ösztöndíj összegét a megfelelő célra. Nem egész, hát én 7 hónapot lenyomtam addigra már ott. És mi lett ennek akkor a vége? Újra kellett járnod, vissza kellett fizetned. Én tovább maradtam annyival, amennyit itthon töltöttem, és megvontak tőlem egy elég nagy összeget ehhez képest is. De így úgy tudtam hazajönni, hogy soha többet a saját témavezetőmhez, amit azóta is szégyellek, a biológia
labor témavezetőmhöz sem mentem vissza soha többet. Tehát úgy hagytam ott a biológiát, hogy bevágtam magam mögött az ajtót, és vissza sem néztem. Mai napig nem értem, hogy miért így, de szégyen szemre ez történt, és elkezdtem az operatőr szakot. Ifja Vitrai Tamás a vendégem, és nagyon érdekes, ahogy meséled az életed, és hát micsoda kanyarok vannak benne, de elérkeztünk oda az imént, ha valaki most kapcsolódna be, akkor mondom, hogy egy oxfordi ösztöndíjat hátrahagyva, vagy végigcsinálva, félig meddig mind a kettő igaz, hazatértél és operatőr lettél, vagy legalábbis elkezdtél járni a színművészetire operatőr képzéshez, hogy mondják? Hát operatőr szak volt az operatőr szakra. Nyilván ott mindenki tudta, hogy ki ebben a szakmában Vitrai Tamás. Nem volt nagyobb a követelmény veled kapcsolatban, hogy tudták, hogy te egy olyan embernek vagy a gyermeke, aki kívülről, belülről jól ismeri a televíziót, így aztán nyilván konnyít valamennyit az operatőr szakmához is. Miközben nem. Hát, nem ezt most a laikusok gondolhatják ezt, mint például én. Igen, hát én magam is akkor értettem meg, hogy mennyire nem konnyítok hozzá, amikor elkezdtem. De ettől olyan nagy lett a tétje, és olyan mániásan csináltam, meg akartam, hogy ez azért úgy szemet szúrt a tanáraimnak is. Tehát látták, hogy én nem apuka kisfia vagyok, akit benyomott a főiskolára, és majd most végigbukdácsolom, hanem én élethalál. És nyilván nem édesapád miatt volt élethalál kérdés, hanem nem. Egy belső indítatás. Igen. Most nem akarom a hallgatók türelmét próbára tenni, de nekem életem első igazi katarzis érzése az a filmhez kapcsolódik, és én akkor értettem meg, hogy ebben nekem érdemes akár egy egész életet rátennem erre, mert, és ezt csak azért mesélem, mert izgalmas a felvételie az operatőr szaknak, amikor átjutottunk az első két rostán, a harmadik rosta az egy zseniális találmány. Ugyanis abból áll, hogy kaptunk, akkor még ugye analóg világ volt, tehát filmnyersanyagot kaptunk egy napot talán, nem, rosszul mondom, ez a második rost, amikor még csak filmet kaptunk, fotófilmet, és fényképeznünk kellett. És annyit mondtak, egy napja volt mindenkinek, annyit mondtak, hogy Népköztársaság útja, akkor még ugye az volt, a mai Andrássy út. Egy nap Népköztársaság útja. És volt 36 kockánk ugye a egy kazettányi filmem. A gép a sajátotok volt? Akinek volt, vitte a sajátját, a főiskola is adott. És az egy nap múlva egy nap alatt összehozott anyagot le kellett adnunk. Kétszer hívták elő, az egyiket visszakaptuk, az egyik pozitívot, a másikat megtartották, és azt mondták, hogy 11 kockát válasszunk ki, és azt a szóbelin vetítsük le, és magyarázzuk meg, hogy miért ezt a 11 kockát választottuk, de ők tudták, hogy mi a másik, a nem kiválasztott adag is, hiszen náluk is volt egy példány a teljes 36 kockás. És ezt tudtad előre már, amikor készítetted a képeket, igen, hogy lesz majd 11, amit neked be kell mutatni és magyarázni. Igen, ezt elmondták, csak maga az a nap, amit azzal töltöttél, hogy Népköztársaság útja mi legyen, meg azután az, hogy kiválasztottad, meg azután az, hogy levetítetted a tanároknak, és elmondtad, hogy ez a kép, miért az a kép. És ők tudták, és akkor előszedték a többit, és megkérdezik, ezt miért nem, meg azt miért nem. Elképesztő volt. És ezután jött a harmadik rosta, ami viszont filmnyersanyag, egy nap, azt hiszem, hogy talán 2 perc nyersanyagot kaptunk, és egy hasznos percet kellett csinálni, ami orbitális. Hát ami drága volt, nem? A film nyersanyag. Nem, ez régi orvó nyersanyag volt, már volt alapfátyola, már lejárt, már minden baj volt. Fekete-fehér nyersanyag, igen. De használni lehetett. És én elbolondoztam egy nap a kamerával, úgyhogy életem először fogtam filmkamerát a kezembe, fényt mérni se tudtam. A stábomat, mert akkor már 11-en voltunk beosztva 3 csapatba, és mindig 2 segített egy forgaton. Hazaküldtem a stábomat, aminél nagyobb ostobaságot nem lehet csinálni. Mondtam, hogy jól el vagyok egymag. Igen, mert én imádtam egyedül kattogtatni. De hát segíteni kellett volna. Én azt se tudtam. Hazaküldtem őket, hogy csak zavarnak. És nagyon élveztem. És a lényeg az, hogy amikor ez ugye leforgatta az ember, előhívták. Mondták mindenkinek, hogy ekkor meg ekkor a főiskola vágószobáinak az egyikében egy vágó szakos, mert ugye vágás szak is volt a főiskolán, szakos hallgatót kapsz, és megvágod ezt a 1 percedet. Na most azt nehéz érzékeltetni, hogy milyen volt egy vágószoba a főiskolán, a világ csodája. Akkora körülbelül, mint egy
klotyó, aha, mindegyik kis szoba, egy vágó asztal volt mindegyikben, analóg vágó asztal, kis monitor, két tekercs, nem írom le. Vágni kellett. Szó szerint tehát vágni kellett. Is vágásnak, tehát egy préssel, tehát igen, van egy megfelelő eszköz, amivel elvágod a szalagot, a két szalag véget összetolod a szerkezetben, és szabályosan celluxszal összeragasztod, aha, tulajdonképpen, majd visszafűzöd az asztalba, lepörgeted, és a kis monitoron látod, mi le. És amit kivágtál, azt már nem is tudtad újra használni. De ez úgy megy, hogy fölvágja az ember a filmet snittekre, aha, tehát a snitt határoknál elvágja, és van egy kompósor, ahova felakasztja a perforációnál fogva snittenként, és így lúgnak a snittjeid. Aha. És azt mondta, hogy ez történt ugyanis pontosan. Vágóévát kaptam, a mai napig emlékszem, vágó tanonc kislányt, úgy hívták, hogy Vágóéva. És akkor felmentem este ebbe a klotyó méretű kis szobába, és mondta Éva, hogy hát Tamás, ott lógnak már a snittek, mert ugye látszik, hogy az ember végignézi, hogy hol van snitt határ, elvágta, felakasztott, akkor mi legyen? Hát mondom, akkor a súderbányában forgattam. Akkor legyen az, hogy a homokszemek görögnek, és a gép keresztül megy, legyen az a két snitt egymás mellett. Részben összeragasztott, befűzt az asztalba, és megnéztük, és én ez volt az a pillanat, amikor egyszerűen azt mondtam, hogy ez világcsoda. Két dolog egymás mellé került, és valamit jelenteni kezdett. Na, szóval ez a lényeg, hogy azt mondtam, hogy ezt akarom. És akkor elég hosszan csináltam is. Ifja Vitrai Tamással beszélgetünk, aki a történet szerint egyszer csak már operatőr lett, hát amikor az ember elhatározza magában, vagy elkezdi élvezni, akkor teljesen mint, hogy van-e róla papírja, akkor ő már operatőr lesz. De azért ettől függetlenül ezt végigcsináltad, tehát itt megvolt a pecsét a végén, gondolom, hogy igen, te hivatalosan is operatőr lettél. Hol tudtál akkor dolgozni abban az időben, hol tudtad ezt kamatoztatni a megszerzett tudást? Én a főiskola után a Nap TV-ben kezdtem, és nem tudtam természetesen, mint hogy semmit se tudok előre soha, mindenről csak visszamenőleg derül ki, hogy mire volt jó, mire nem. Őrületes jó gyakorlat volt. Az csak azért mesélem el, mert megint csak egy tulajdonképpen egy kulissza mögötti titok, hogy működött a Nap TV abban az időben. Minden operatőrnek reggel adásba kellett menni, ami azt jelentett, hogy mi 17:30-ra jártunk, és 6-tól 9-ig, ha jól emlékszem, kamera mögött álltunk, tehát kameramanként dolgoztunk az adásban, és utána mindenkinek megvolt a listája aznapra, hogy melyik szerkesztővel hol milyen témát forgat. És beültünk, világosító, segédoperatőr, operatőr, beültünk a stáb old citba, majd stáb kombiladába, és megvolt nekünk, hogy mondjuk 10 órakor X-el kutyamenhely, 12-kor Y-nal szerkesztőkkel parlament sajtótájékoztató, 14 órakor nem tudom én úszó VB, igen, sportolóinterjúk, stb. És minden nap ezt nyomattuk este 8-9-ig. Mindenféle létező helyzetbe bele lehetett így kerülni, mindenféle hibát el lehetett követni operatőrileg, és utána rögtön láttam, hogy mit műveltem, ugye, mert másnap ment adásba az anyag, tehát megnéztem a vágó mellett, hogy az a snitt hogy sikerült, ahol én azt megkockáztattam, hogy annyira ellenfényes is a dél, és mindenből rögtön tanultam. De élvezted ezt a munkát? Iszonyúan. Mert azt gondolom, tehát ugye tudva azt, és azt majd a hallgatók is érezni fogják, hogy mit csinálsz most, azt gondolom, hogy itt csak emberekkel foglalkozni, vagy zömmel emberekkel foglalkozni, nem biztos, hogy kielégítette azt a vágyat, ami benned volt, hogy te mit szeretnél megmutatni a világnak. Hát egyrészt gyakorlatlan voltam, tehát ezek nekem nagyon jó iskola gyakorlatok voltak különféle helyzetekre, másrészt azt lehetett nagyon élvezni benne, hogy beessel egy helyre, egy adott fényviszonyt látsz, van két lámpácskád, amivel befolyásolni tudod, ami van, mit csinálsz, hova állsz. Igazából ebben nekem is később is, amikor dokumentumfilmeket csináltam, elég sokat, mert így hozta a sors, az volt a legélvezetesebb, hogy hogyan lehet egy adott helyzetben megtalálni a jót. És az, hogy a kamerát hova teszed le, állítólag ebben elég jó voltam, operatőrök mondták, hogy
hova teszed le a kamerát abban az adott helyzetben, milyen irányba fordulsz a fényekhez képest, azon őrült sok múlik, az millióféleképpen meg lehet csinálni. De az mit jelent, hogy te ebben jó voltál? Ezt mások rosszul csinálják, vagy rosszabbul? Tehát ezt nem tanítják? Ez valami megérzés, vagy tehetség? Érdekes módon tanítani azért nem tanítják, mert ez ugye nem a klasszikus, nívós operatőri helyzet. Az az, amikor magad hozod létre a látványt, amit megkíván a film. Tehát te világítasz, te állítod be a díszletet, te mondod meg, hogy a szereplői hogy mozogjanak. Most így dokumentum helyzetben ez szigorúan tilos tulajdonképpen. Igen. Viszont óriási izgalom az, hogy ebben hogy találod meg azt, ami megközelíti azt, ami... Hát már csak az, hogy szembefordulsz-e a fényjel, vagy ellenfénybe állsz be. Ez már egész más két világ vizuálisan. Úgy értem, hogy szembefordulsz, hogy telibe kapja a fény a látványt, vagy mögül jön a kamera fele. Szóval én ezeket nagyon élveztem, és hát őrült sokat tanultam minden hibából, amit utána viszont láttam. Azt gondolnám, és most megint laikus vagyok, nyilván áll, naivság is van benne, de érteni fogod a kérdést. Számunkra, laikusoknak az operatőr az az, aki ott áll egy kamerával és valamit rögzít. De nyilván teljesen más a dokumentumfilmet készít, más, ha egy tévéműsorban állott a kamerával, és a tévéműsorok között is óriási nagy különbségek vannak, vannak showműsorok, van híradó, stb. Sorolhatnám, meg vannak a filmek. Van az operatőrök világában van valamiféle hierarchia, hogy ki melyik munkát végzi? Ez egy jó és érdekes kérdés. Amúgy az angol száz elnevezésekben a szakmában ez elég jól meg is különböztetődik, mert hogy kétféle neve van az operatőrnek, az egyik a világító operatőr, a másik a forgató operatőr angolul, ami azt sugallja, és ez az igazság is, hogy az operatőri szakmában a te világítasz-e, vagy te csak leforgatod, ami az adott helyzetben már előállt, az két különböző feladat. Az amerikai angol nomenklatúrában a filmes operatőr, aki a rendezővel együtt dolgozik és bevilágítja a helyszínt, az a világító operatőr, és sok esetben tilos is kamera mögé ülnie fura módon. Egyébként ez állítólag inkább szakszervezeti okokból van így, tehát hogy ne túrjon ki a munkából egy másik ember. Minél hosszabb legyen a stáblista. Igen, így van. De hogy az például a magyar operatőrnek, ha én ezt Ragály Elemértől hallottam, aki mellett volt szerencsém dolgozni több alkalommal, hogy a magyar operatőrnek, aki viszont ez nincs hozzászokva, a filmes operatőrök is maguk veszik föl a beállításokat. Ez egy igazi szenvedés, amikor kinti moziban be kell világítani, és utána a rendező mellett ülve nézi végig, hogy a forgató operatőr végrehajtja pontosan azt a feladatot. Elemér mesélte, és az nekem nagyon tetszett akkor is, hogy ugye a kamerának ebben két karja van, a nevezzük Sven-karnak. Amikor ő a rendező mellett ült már amerikai filmben, bevilágították, megbeszélték a jelenetet, mozgást, minden, de nem vehette föl, akkor jött a forgatóoperatőr, és leült a kamera mögé. És persze megmondja neki ilyenkor a világítóoperatőr, hogy innen ide, ilyen szűkben tartod. Igen. Amikor elfordul, egy kicsit elcsúszol vele, és beveszed a háttérben azt a serleget a kredencen. De hogy mesélt Elemér, ült a széken a rendező mellett, nézték a monitoron, hogy veszi föl a forgatóoperatőr, és a szék azt vett észre, hogy töri lefele a széke karfáját, mert hogy megmarkolta, mint a Sven-kart, mert azt érezte, hogy kicsit kéne csak balra svenkelni, ne úgy tartsa a fejét. Mindenki másképp komponál, és főleg egy szűk képben az őrült különbségeket tud okozni annak, aki csak ezt figyeli, tehát aki szakmabeli, hogy picit szűkebb a feje fölött, kicsit tágabb, sok a levegő, kevés, stb. Szóval, hogy kérdésedre válaszolva, az két feladat. És van a harmadik, akit kameramannak hívnak, az, aki elben egy több kamerás tévé műsorban a kamera mögött áll, és van egy vezető operatőr a vezérlőben, aki szintén világít, és utána elmondja, hogy ki mit csináljon. És kiválasztja a nézőnek, hogy melyik képet melyik látjuk éppen. Igen. Ifjabb Vitrai Tamás a vendégem, és azt mondtad, hogy nem te váltottál az operatőri szakmából, hanem, hát mégis neked lett más a foglalkozásod, vagy a feladatod, fogalmazzunk így. Elbocsájtottak? Vagy nem. Kivették a kezedből a kamerát? Vagy mi történt? Én akkoriban már, ha jól emlékszem, inkább már évek óta szellemi szabad foglalkozás voltam, tehát én választhattam meg, hogy mit
vállalok, mit nem. De valahogy a közeg akkoriban változott meg. És egyre több rossz élmény élt, amikor kiderült, hogy most nem, nincs értelme belemenni a részletekbe, nem a produkció volt a lényeg. Na. És azt éreztem, hogy nem csinálhatom azt, amit szeretnék, mert vagy nincs rá pénz, vagy már más eltette a pénzt, vagy nem lett hit. Tehát nem volt benne már örömöd. Nem lett benne már örömöm annyi, és merő véletlenségből fölhívtak egyik nap, illetve merő véletlenségnek csak én éreztem, és annyit mondtak, hogy megalakul a National Geographic könyvek Magyarországon, a könyvkiadója cégnek, és hogy engem javasoltak főszerkesztőnek. Tényleg nem is hallottam se a cégről, már a NatGeo-ról hallottam persze, de hogy Magyarországon lenne neki valami, azt nem tudtam. És az való igaz, hogy néha még úgy élvezetből fordítottam könyvet, ha megkerestem. Aha. Tehát ennyi közöm még volt ehhez a szakmához. És akkor azt mondtam, hogy de jó. És abba hagytam mindent. Akkor az volt egy ilyen interregnum, amiben én egy évig egy reklámügynökségnél voltam, egy nagynál ilyen artdirektor-szerűség. Ott az is izgalmas volt, mert beleláttam annak a mögöttesébe. Az is azóta néha jó olyan. De a lényeg az, hogy akkor elvállaltam ezt a főszerkesztőséget, és akkor 6 évig a NG könyvek főszerkesztőjeként dolgoztam. De ez azt jelenti, hogy akkor minden más le kellett tenned, tehát csak ezzel foglalkoztál. Még csináltam egy hosszú filmet állami gondozott gyerekekről, illetve állami gondozott gyerekekkel kapcsolatban a hogyan, pici gyerekekkel hogyan jó bánni lenni, de azt hiszem az volt az utolsó. És viszont ez a feladat, és szintén a laikus beszél belőlem, egy kicsit közelebb áll a te gyerekkori önmagadhoz, amikor te rovarokat gyűjtöttél, hiszen a National Geographic az a természettel foglalkozik. Ráadásul képekben mutatja meg a természetet. Most teljesen mindegy, hogy a TV csatornáról beszélünk és mozgóképről, vagy a magazinról, vagy akár a könyvekről, ahol képek is, fényképek vannak. Úgyhogy azt gondolom, ez mintha neked találták volna ki. Mintha a te feladatod lett volna, mintha te kerested volna, hogy ha már egyszer ennyi mindent felhalmoztam az életben, akkor ezt itt tudom egyesíteni. Igen, hát teljesen 100%-ig így van, ahogy mondod, de ezt én mind utólag fogtam fel. Tehát én magam biztos nem mentem volna oda. Hazudok. Nem hazudok, egy valamit nem mondtam el, ami valószínűleg nyomott alatban, amikor engem megkerestek, hogy én a Scientific American-nél voltam szerkesztő még egyetemista korom végén és utána évekig. Oda én magam mentem el, hogy az angol meg a biológia, és pénzt kéne keresnem. Ah. Tehát, hogy nem keresnek-e szerkesztőt, mondták, hogy nini de. És akkor 6 vagy 7 évig ott voltam szerkesztő, tehát ebbe a szakmába azért beletanultam valamelyest, meg nyilván akik megkerestek később a könyvek miatt, talán ezt tudták. De a lényeg az, hogy nekem is utólag derült ki, hogy nini nem volt hiába a biológia, nini nem volt hiába a képkészítés, az angol, és hogy ez itt mind használható a National Geographic-nél, és a mulatságos mellékszál az odáig vezet, hogy én találkoztam egy valakivel aztán évek múlva, aki pontosan ugyanaz volt, mint én. Amerikaiban. Tehát ő biológusként kezdte, fotográfus lett, a National Geographic könyveknél volt az amerikai oldalon hiszem főszerkesztői rangban akkor. Annyi lett a különbség köztünk, hogy ő ma hiszem a Disney egyik vezére, én pedig én vagyok. Megmaradtál a National Geographic-nál, csak most a magazinnak vagy a főszerkesztője. A National Geographic Magyarország magazin az egy ilyen amerikai kezdeményezés, hogy legyen már Magyarországon is magazin, vagy azért harcolni kellett, hogy ez megjelenhessen magyarul is. Tehát van-e közöd ahhoz, hogy van egy ilyen magyarországi magazin? Nincsen, mert én tulajdonképpen nem is tudom, hogy a hanyadik évben, de legalábbis az 5. évében kerültem oda a magazinnak. Az akkori főszerkesztő Schlosser Tamás hívott oda engem, mikor a National Geographic könyvek tulajdonost váltott, és akkor oda mentem vezetőszerkesztőnek. De akkor a magazin már üzemelt évek óta. Amennyire tudom, a HVG-vel együtt pályázott az akkori cég, a Sanoma, a kiadási jogáért, és ők kapták meg hát a licenciogot. De
de hogy mennyire kellett harcolni, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy kinek a fejében fogalmazódott meg, hogy kellene ez a magazin Magyarországon. Őrületes példányszámban jelent meg az elsőben, 100 000-es példányszám. Az ma már fölfoghatatlan szám nyomtatott sajtóban. De nagyon népszerű volt. Kicsit olyan lemondás volt a hangodban, hogy népszerű volt. De hát még mindig van, és én azt látom, és továbbra is a laikus beszél belőlem, hogy ez még mindig népszerű. Igen, hát a volt inkább a nyomtatott sajtónak szól. Csökkent mindenhol jelentősen a példányszám, az eladott példányszám. A nyomtatott sajtó egy kicsit nehezebb helyzetben van ma, mint volt régebben, de most talán nem hangzik a falsul az én számból, de a National Geographic messze ver minden konkurensét itthon, tehát panaszra semmi ok nincs, csak hát egy másik világ van már. Ifja Vitrai Tamással beszélgetek, a National Geographic magazin magyarországi főszerkesztője, és nyilvánvalóan ma már minden, ami történik, az ott van egyetlen egy kis eszközben az ember kezében. És most teljesen mindegy, hogy gyerekekről vagy idősebb emberekről beszélünk, ma már mindenkinek van okostelefonja. Így aztán nem feltétlenül rohanunk tényleg az újságárushoz vagy a könyvesboltba, hogyha valamit el akarunk olvasni, hanem mindent meg tudunk nézni. Ugyanakkor most te hoztál nekem külön kiadásokat a National Geographicből, aminek én nagyon örültem, mert én nagyon szeretem lapozni, imádom az illatát, imádom, hogy a képek azok teljesen mást adnak, mint az én koszos kijelzőjük is telefonomon, és nyilván nem én vagyok az egyetlen, de ettől függetlenül a felhasználók jelentős része nem rohan az újságárushoz. Másképp kellett csinálni a magazint az internetes felületre, vagy a kütyükre, fogalmazunk így, mint az újságba. Ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy két irányt vett tulajdonképpen legalábbis a National Geographicnél ez a dolog. Ugye van egy online felületünk nekünk is, mint szinte mindenkinek, és van a nyomtatott magazin. A kettő nem egyforma? Nem. Az online-t mi magunk csinálhatjuk. Jóval kisebb nem mondanám ellenőrzésnek, de mindenképpen a minőség ellenőrzés jóval lazább ebben a tekintetben, mint a magazinnál. Mert a magazinnál az amerikaiak figyelik, hogy ti mit csináltok, és nagyon követelményeik vannak. Nagyon is. Hát egyrészt ugye már az kérdés, hogy csinálunk-e saját anyagot, vagy csak adaptáljuk az amerikait. De éppen azért, amit még mielőtt belekezdtünk, így civilben meséltem neked, hogy a magyar olvasó a jelek szerint mást vár a magazintól egy kicsit, mint amilyen a magazin amúgy lett Amerikában. Mi vissza szeretnénk pótolni ezt a klasszikus felfogású tartalmat, tehát amit én röviden szép állat, szép tájnak mondok. Nyilván ennél összetettebb a kérdés. Tehát csinálunk saját anyagokat, és abban pont ezt a klasszikus vonalat igyekszünk visszahozni. De minden saját anyagunkat az amerikaiak jóváhagyásával közölhetjük csak, és ez a jóváhagyás ez nem annyi, hogy rábólintanak, hanem az utolsó milliméterig, szövegboxig, képméretezésig mindenbe beleszólnak. Eleve, ha egy képre azt mondják, hogy alatta van a standardjüknek, akkor az kuka. Tehát olyan fotósokkal kell dolgoznunk a viszonylag kis büdzsénkből, és olyan módon, hogy elérje az ő szintjüket. Na most esküszöm, hogy ez nem legenda, mert a fotós saját szájából hallottam, amikor még én is azt gondoltam, hogy azért ez már legenda, amit az amerikaiak a magazin képanyagáról terjesztenek, de találkozhattam kín NatGeo fotósokkal, akik pont azért voltak fölkérve, hogy meséljék el egy-egy anyag történetét az ő szempontjukból. És most komolyan mondom, és igazat mondok. Az egyik anyag, ami arról szólt, hogy az olvadó sarkvidék és az egyre könnyebben elérhető nyersanyagok hogyan viszik oda a nagyhatalmakat, és hogyan készülnek arra, hogy ott megvessék a lábukat a kitermelés érdekében, és hogy katonai erőket képeznek ki most éppen arra, hogy sarkvidéki körülmények között hogyan kell harcolni, ha stemmencs háború. Kerülne ott a sor, és hogy inuitokat, inuit rangereket kérnek fel az amerikaiak, hogy a
egyszerűen szóval a nagyvárosi New York-i legényeket képezzék ki arra katonákat, hogy hogy kell a sarkvidéken életben maradni. És a fotós ezt az anyagot fotózta, meg egy zseniális anyag született ebből. Mutatott egy képet ott kinn, amikor elmesélte a történetet. Ejtőernyősök mondjuk legalább 200-an a levegőben, egy olyan gyakorlaton, ami arról szólt, hogy ledobják ejtőernyővel a katonákat a sarkvidéken, és mi lesz utána. Egyetlen egy képér, ezért, hogy 200-an vannak a levegőben, 3 évet dolgozott, és a 3 évben benne volt az is, hogy ő neki végig kellett mennie a kiképzés összes fázisán, amin a katonáknak ott éjszakon, hogy életben maradjon, ha baj van. Mert azt mondták neki, hogy te figyelj, mi elviszünk téged oda, és jöhetsz velünk, de ha te bekrepálsz, akkor húzod magad után a többit a halálba. Igen. Tehát neked végig kell csinálnod a kiképzést, és a fiú végig csinálta az egészen, és megmutatott egy videót ott kinn, amikor ezt elmondta nekünk, ami arra egyszerűen annyit vettek föl, hogy a kiképzés a legnehezebb és utolsó fázisában volt egy olyan feladata, hogy ruhában egy frissen vágott légbe ott a sarkvidéken be kellett ugrani a demesztő jeges vízbe, ki kellett mászni a önerőből, 3 búvár mellette várta, hogy lesz-e baj, vagy nem lesz. Igen. Igen, ki kellett mászni a saját erejéből, és azt hiszem, hogy talán 10 lépést kellett tennie, anélkül, hogy pánikba esne. 10 nyugodt lépést kellett erőre tennie, nem kezdhetett futni, nem kezdhetett sikoltozni segítségre semmit, tehát a, nem tudom én, 0 fokos vízben, vagy 4 fokos vízben, és onnan kimászva a jeges göncökben nyugodtnak kellett maradnia, és el kellett jutni a csapatig, amelyik aztán bebugyolálta, és ezt fölvették videóra. Hát mondanom sem kell, leírhatatlan hatás volt, főleg az, hogy a zihálását is végig lehetett hallani, ahogy próbálja a pánikját legyűrni. És ezt csak azért mesélem el, hogy egy ilyen anyag, ez egy 30 oldalas cikk volt alapban, ez 3-4 évig készülhet, és a legenda 60 000 fotót emleget, hogy körülbelül annyi készül egy ilyen anyaghoz, amiből aztán a 12-t kiválasztják a végén. De ha nem is 60 000, de 10 000-es nagyságrende. És a legenda másik fele azt mondja, hogy van egy állítólag kínai kislány az amerikaiaknál, akinek semmi más dolga nincs, csak hogy leválogassa a 10-20-30-60 000 képből azt az 500-at, amivel érdemes dolgozni. És ő nem is tud fotózni. Tehát ő neki csak a szeme olyan, aha, és pont azt szeretik benne, hogy ő nem fotós, tehát semmi más nem zavarja a szakma, csak azt nézi, hogy melyik kép erős. És akkor ő kiválogatja ezt az 500-at, és akkor kezdődik a ki a falra, sorrendek, ezt ki, azt be. Tehát, hogy ez az, ami meglátszik a lapon a mai napig, és ez az, ami eltéveszthetetlen, és ez az, amit nem fog fölváltani az online. Azért jó, hogy ezt elmeséled, mert nyilván egyre jobb eszközök vannak a kezünkben, és amikor kimegyünk kirándulni, és rókát látunk, szarvast látunk, lepkét látunk, lefotozzuk, és kicsit azt érezzük magunkról, hogy hát igen, ilyen természetfotót lehet látni a National Geographic-ban is. Közben meg hát azért köze nincs hozzá. Érdekes módon nem, én azért ezzel azért mernék vitatkozni, mert szerintem nagyon sok jó kép születik már olyanoktól is, akik nem fölkent papjai ennek a szakmának, mert a jó kép meg a rossz kép nem azon áll vagy bukik, hogy ki mennyire ismeri a szakmát, nem feltétlenül, hogy helyzetbe van hozva, az viszont nagyon számít. És azért itt az amerikai nagyanyagoknál nagyon helyzet hozva a fotósok, csúnyán fogalmazva. Meg hát azt még csak azért, hát ha érdekli a hallgatókat, gyorsan hozzáteszem, hogy az írott anyag, tehát a szöveg ugyanilyen elképesztő módon készül a lapnál. Hát ugye másfél évszázaduk lassan, de 130 évig biztos van gyakorlat. De hogy a fordítások, ugye 24 ország, többé-kevésbé 24, hol kicsit kevesebb, hol kicsit több adja ki a lapot, olyan segédleteket adnak a fordítóknak, annyira ki van találva a mechanizmus, hogy a amerikai cikkből hogy lehet mongol, hogy lehet nem tudom, grúz, magyar változat, hogy az valami elképesztő.
elképesztő, és hát akkor még az illusztrációs anyagukról nem beszélek, ami nem is beszéltem, egy zseni csinálja, egy Fernando Battista nevű zseni. Tehát olyan elképesztő rajzok vannak ebben a labban. Most csak azért mondom, hogy nem csak feltétlenül a természetről, nem, hanem például azt, egyébként az egy döbbenetes történet volt, ez az amerikai kislány, aki öngyilkos lett, és életben maradt, de az arcát tönkretette. És a cikk erről szólt, hogy ez a kislány, aki egyszerűen azért akart öngyilkos lenni, mert a barátja SMS-ben szakított vele. És attól kezdve, hát szörnyeteg maradt külsőre. És ezt az amerikai lap lehozta. Ezt az amerikai lap lehozta, de úgy, hogy azokat a műtéteket, amelyeken keresztül ment a kislány. És eljutott odáig, hogy a végén egy teljes arcot kapott, egy halott lány arcát kapta meg. Az volt a legutolsó műtét, ami az apropója volt a cikknek. Ezt például Fernando Battista egy olyan rajzsorozatban mutatta meg, hogy az immunológiai része, az implantátumok, az arc melyik részét hogyan restaurálták. Elképesztő volt az a rajzegyüttes is, amin végigvitték tudományos részletességgel a folyamatot, meg hát, és ezért is csodálkoztam, hogy volt magyar olvasó, aki kikérte magának, hogy ilyenek kerülnek a labba, hogy egy ógörög sorstragédia volt egyébként meg a történet, hogy egy gyönyörű lány egyébként, gyönyörű lány volt, 17 éves talán, hogy élni akar szörnyetekként, amikor simán agyon lőtte volna magát azért, mert a barátja szakít vele SMS-ben, és azóta 18 év telt el talán. Azóta oktat, az öngyilkosság ellen agitál, és hát amin keresztül ment, az elképesztő. Ahhoz képest, hogy simán az SMS miatt fölsétált, és az apja vadászfegyverét előkapta a fürdőszobában. Az apja egyébként lelkész, csak épp véletlenül vadászfegyvert is tartottak a fürdőszobában. Így fel Vitrai Tamás a vendégem, és amiről mindenképpen beszélni szeretnék, hiszen ez adta az apropóját a találkozásunknak, a 8. Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál, ami május végén lesz, május 27 és 29 között Gödöllön, ugye, ha jól tudom, a Királyi Kastélyban. Egy ilyen fesztivál miről szól, kiknek szól, kiknek érdemes oda menni, és mit lehet egyáltalán ott látni? Mit lehet kapni, nem pénzért, nem szó szerint, hanem hogy mit kap az ember, ha ezen részt vesz? Hát itt innen már csak laikusként nyilatkoznék. Jó. Látványt, és a látványnál nincs erősebb, legalábbis az én megítélésem szerint, természetről. Úgyhogy hát a számok döbbenetesek, mert ugye 1000-nél több résztvevő és nagyon sok film érkezik, de a mai napig én azt tapasztalom, és azért is vagyok boldog, hogyha egy ilyen rendezvény fölkér, mert hogy a látvány mindennél többet mond. Akármennyit papolunk, meg beszélünk, a mozgókép vagy állókép az mindent el tud mondani, pláne a természetről és a környezetről, és nincs ennél fontosabb kérdés. Hiába hozza úgy az élet, hogy minden másról minden nap beszélünk, és minden más föltolul, ami aktuál politika és megélhetés és gazdasági helyzet, de nekem ez mániám, csak ez egy másik rádióadás témája lehetne inkább, hogy miért alakul mégis úgy az ember élete, hogy ami 50 év múlva elkerülhetetlen lesz, azzal nem foglalkozunk, de hogy holnapra van-e parizer, meg vaj a hűtőszekrényben, azzal tudunk foglalkozni. És ezek a rendezvények és ezek a képek pontosan azért erősek, mert egy kicsit talán át tudják formálni, vagy pillanatokra át tudják alakítani a gondolkodásunkat. Érdekes, amit mondasz, mert nekem erről van egy ilyen teóriám, szintén laikusként, hogy tudjuk, hogy 50 év múlva mi fog bekövetkezni, de ha nem nézünk oda, akkor nem fáj 50 évig. Nyilván, hát volt a Nézd fel, ne nézd fel, ez a film, igen, ott igen. Ugyanez volt, ugyanerről szólt. De azt is értem, hogy közben meg beszélni kell róla, mert lehet, hogy az 50 évet is le tudjuk rövidíteni. Igen, meg hát az a tapasztalat, én most már több zsűribe is felkérést kaptam, és így látom, hogy mennyire benne van az emberekben, csak ki kell hozni, mennyire vágynak a természetbe, mennyire vágyják a szép állat, szép növény, szép tájérzést,
csak mozdítani kell rajtuk, mert a mindennapi élet engem is mindenkit be tud darálni, és meg tudja magyarázni magának, hogy miért nem mozdul. Érdekes, hogy közben van egy ilyen vágy, ki akarunk menni a természetbe, és mégis arról beszélünk, hogy az emberek menjenek el a Királyi Kastélyba, és valahol nézzenek meg filmen, vagy álló, vagy mozgóképen állatokat, növényeket, a természetet. Igen, bár ez hozzá kell tenni, hogy ez egy gyönyörű hely. Tehát itt a természetből is sokat kap mindenki, meg hogy azt kínálja, azt a fajta szabadságot, amivel az ember belelát, kicsit elege lesz, vagy sok a látvány, akkor kimegy. Szabadtér, nagy szabadtér, családosoknak is tökéletes hely. Tehát ez speciál egy olyan fesztivál, ami mindent tud. Ha jól olvasom, akkor 106 országból, te is mondtad, több mint 1300 film lesz. Ez valamiféle verseny? Tehát, hogy mert te a zsűritag vagy többet magaddal ezen a fesztiválon. Van valami díja, kap vagy valakit, valamit a legjobb film? Tehát, hogy azért van zsűri, mert hogy versenyeznek a filmek? Igen, hát vannak kategóriák, és versenyeznek a filmek díjért. De én leginkább azt mondanám, hogy ez a mögöttes. Az igazi az, hogy nagyon-nagyon nemes szándékkal készülő alkotások a természetről és a környezetvédelemről, ez az, ami a legfontosabb, hogy ez mindenkihez jusson el. Ifja Vitrai Tamással beszélgetünk, azt elárulom egy ilyen kulisszatitok, hogy te rollerrel érkeztél ide, és nyilvánvalóan, hogyha számodra nem csak a fesztivál miatt, de fontos a környezetvédelem, akkor az fontos a nap minden percében, minden pillanatában. Ezért rollerezel, mit tudsz még tenni a környezetvédelem szempontjából, illetve van-e valami olyan fontos üzenet, amit mondjuk rajtunk keresztül el tudunk mondani a hallgatóknak, hogy felnyíljon a szemük. Van-e ilyen? Létezhet-e ilyen? Hű, hát ez azért nehéz kérdés, mert én rettentő pesszimista vagyok ebben, és nem biztos, hogy igazam, bár ne lenne igazam. De én azt, valahogy nekem az a benyomásom, és most nem akarok ilyen rosszkedvű és negatív hangulatú gondolatokat felhozni, de én valamire úgy látom, hogy nekünk ez nem megy. Tehát vagy azért nem megy, mert az emberi tudat így működik, vagy azért, mert a mi nemzedékünknek, hát én 60 fölött már mondhatom, hogy... De már 60 fölött van? 60 fölött, igen. Ezt nem mondtam volna meg. De pedig a lényeg, hogy én valamire azt gondolom, hogy ha egyáltalán még van esély, akkor az a kettővel utánunk következők kezében van, akik még mondhatják azt, hogy mindent tótágast kell állítani. Teljesen másképp kell ezt művelni, ezt a emberiséget, mint ahogy ez működik ma. Mert mi apró lépésekben a mi politikusainkkal, már általában értve a világpolitikát, amiben a gazdasági szempontok, a multik és egyebek érdekei fontosabbak. Tehát ez így nem fog menni. Úgy menne, ha egy nemzedék azt mondaná, hogy megállunk. Megállunk, mindenki leteszi az autót, mindenki így, mindenki úgy. Tehát, hogy tabularázat. Nyilván nem az autókat sem kell csak lerakni, hanem akkor mindent meg kell változtatni. Mindent meg kell változtatni, és nem lesz már idő a fogyasztunk, hogy mivel fűtünk, tehát mindent igen, kell változtatni. Igen. Vissza kell egyszerűen, mondjuk ennél a népesedési szintnél ez nem menne valószínűleg egyébként a legjobb. Hát akkor azt is, csak közben beszűrődött némi zenei depresszóba, hogy akkor azt is meg kell változtatni, hogy egyáltalán mit gondolunk mi erről a földről. Hát az a legnehezebb. Igen. Tehát, hogy miért vagyunk itt? Azért, hogy a saját boldogságunkat minél inkább meg tudjuk teremteni. Azért egy luxus autóban egy felülve a repülőre és elmenni a világ végére, és ott megnézni a tengerben, hogy milyen szép az a nem tudom milyen állat, azt gondolom, hogy én attól vagyok boldog, de közben meg pont ezzel teszem a legrosszabbat annak az állatnak is, akit meg akarok nézni. Hát ez a dologban a kettőség, hogy hozzá vagyunk szokva egy bizonyos életformához, amiből fontolva, haladva és lassanként legalábbis nekem az az érzésem, hogy nem fogunk tudni úgy kimászni, hogy még időben legyünk. Ha valaki azt mondaná, hogy minden le van rakva, minden átíródik, mindent újra kell kezdeni, az talán még időben lenne. Ez a körforgásos gazdaság adta nekem a legjobb kulcs szó erre, csak az erre való átállásra szerintem nem
jut már elég idő. Oké, és elfogadom, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ha te ezzel kelsz és ezzel fekszel, akkor te nem vagy egy boldog ember. Mert hát most mondod ki, hogy hát erre már nem lesz idő, mi erre képtelenek vagyunk. Hogy lehet ezzel együtt élni, ezzel a tudattal? Miközben te mindent megteszel az ellenkezőért, és harcolsz helyettem is, meg még huszak helyett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha valamit a biológiának köszönök, akkor az ez, hogy valami furcsa módon, én legalábbis úgy gondolkodom, mindig ezt veszem észre magamon, és én magam sem értem miért, hogy könnyűszerrel elfogadom, két csodálatos gyerekem van, természetesen féltem őket, de ezzel együtt könnyűszerrel elfogadom, hogy az emberi faj egy a földi fajok közül, és az a fajta evolúciós történet, amit mutat, és a tudatnak ez a formája és szintje és működésmódja nem vált be. Egyszerűen ezt kell mondani. Nem vált be, nem működik, és törvényszerűen át fogjuk adni a helyünket. És ezt valamire el tudom fogadni. Érdekes, amit mondasz, mert bennem is megszületnek ilyen gondolatot, csak nem tudom, hogy a rádióban ki lehet-e ilyet mondani, hogy az állatvilágban, hogyha túl népesedés lenne valamilyen úton, módon, akkor azt maga az az állatvilág, vagy az a faj helyre teszi magában. Tehát ott nem tud olyan túlnépesedés keletkezni, ami veszélyes lenne magára, a földre. Az emberek viszont erre képesek. Igen. Hogy mi a teendő, ezt hagyjuk nyitva, ezt a kérdést, hogy lehetne ezt megoldani. Nem biztos, hogy van rá fájdalommentes megoldás, ettől félek. Ifje Vitrai Tamással beszélgettünk, szerintem jó volt. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió.